A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági és tartományi képviselői, önkormányzati vezetői és a környező falvak helyi szervezeteinek küldöttei is jelen voltak a Topolyai Iroda megnyitóján. Az ünnepségen Fremond Árpád, a VMS Topolyai Községi Szervezetének elnöke köszöntötte az egybegyűlteket. Szerinte a folyamatos ügyfélfogadás lehetősége a közvetlenebb kapcsolattartást és a kommunikáció fejlesztését segíti elő a községben. Nagyon fontos az, hogy az elkövetkező időszakban minél közelebb tudjunk a polgárokhoz kerülni, és ezért volt fontos az, hogy itt Topolyai községben is egy ilyen irodát működtetni tudjunk. Több önkormányzatban, több községben már működnek ilyen irodák, és rendkívül pozitívak a visszajelzések. Jelentős szervezettel bír a Vajdasági Magyar Szövetség Topolyán, több mint 1000 tagot számlál. Az újonnan létrehozott kirendeltséget Pásztor István adta át. A VMS elnöke kiemelte, ez az irodanyitás egy újabb állomása a párt topolyai építkezésének. Még egy lehetőség teremtődik a polgároknak arra, hogy ide be tudjanak jönni és elmondják gondjukat, bajukat, akár az önkormányzattal, akár országos vagy tartományi szinttel kapcsolatban, akármilyen gondot itt, azt gondolom, hogy el lehet mondani, és hát meg lehet keresni az orvoslásnak a lehetőségét. Az új iroda már február eleje óta fogadja az ügyfeleket. Nagyon sok kérdésre fordulnak hozzánk, különböző, tehát mindegyik probléma egyéni, és arra az egyéni problémára keresünk megoldást, illetve ajánlunk nekik lehetőséget, hogy hova forduljanak. Az új kirendeltség hétköznapokon 11 és 15 óra között várja a lakosokat Topolyán.